Sok szeretettel köszöntjük kedves nézőinket a Porta 38. adásában. Jó estét kívánok! Mai műsorunkban Gyurica Anita tájékoztat minket a Kókai Borfesztivál idei programjairól. Megismerkedhetnek Bagó Bálint művészi falfestményeivel, és a Bagi Torna Klub tavaszi futballszezonjáról is beszélgetünk Boda János klubelnökkel. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntöm Gyurica Anitát a stúdiónkban, aki a Kókai Művelődési Ház vezetője. Hogy kívánok! Kókán színes programokkal várják az idei tavaszt. Ilyen például a Borfesztivál. Mikor volt az első ilyen fesztivál Kókán? 14 éve tartjuk ezt a hagyományt, tehát 14 éve rendezték meg először, borversennyel egybekötve, bár 2000-ig más volumenben és más formában zajlottak a borversenyek, hiszen csak 2000-ben alakult meg a Kókai hegyközség. És miért pont tavasszal van borfesztivál, hiszen ennek hagyomány szerint ősszel kéne, hogy legyen az ideje, akkor van ugye a szüret. Így van, hát a szüret idején nem érnek rá a gazdák fesztiválozni nálunk, akkor ugye sok a munka, és mindenki a családi gazdaságokon belül ünnepel és vendégeli meg a szüretelőket. Ilyenkorra viszont beérik az előző évi bor, és már lehet versenyeztetni. Úgyhogy tavasszal van egy kis idő, egy kis pauza a szőlészeknek, borászoknak, és ezért ilyenkor kerül megrendezésre ez a program. Annak idején kiknek vagy kinek az ötlete volt ez a fesztivál? Hát ha jól tudom, akkor ez az esti program az előző polgármesternek, Pap Jánosnak jutott az eszébe. Legelőször még a színházteremben rendezték meg, ami egy sokkal kisebb hely, és azután, hogy nőtt az érdeklődőknek a száma, át kellett vonulni nagyon hamar a sportcsarnokba, ahol már 600-650 főt is tudunk fogadni, és gyönyörű látványpincékkel, feldíszített látványpincékkel próbáljuk meg a kókai hegyeknek, borhegyeknek, szőlőhegyeknek a hangulatát oda idézni. Tehát, hogyha már borfesztivál és ugye látványpincék, meg effektíve egy ilyen kirakodás elege van a dolognak, és ugye bor is van ezen a fesztiválon természetesen, akkor ezek a borok megmérettetnek? Természetesen 14 éve ugye a borfesztivállal egyidejűleg történtek az első borversenyek, megmérettetések. Meg kell említeni ezzel kapcsolatban Haris István nevét, ő már sajnos nincs közöttünk. Az ő ötlete volt, hogy mérettessenek meg ezek a borok egy zsűrizés keretében, úgyhogy a borfesztivált megelőzi pár nappal korábban egy borverseny. Ezt azon a napon nem lehet lebonyolítani, hiszen közel 90 mintát adnak be a helyi bortermelők, közel 60 termelő versenyezteti a nedűit. És hát a zsűri szakmai zsűriből és civilekből is áll. És lehet tudni esetleg, hogy a szakmai zsűriben kik fognak helyet, tehát esetleg nagy nevek? A Strázsa borrend tagjai, nevet nem tudok mondani, minden évben mások jönnek el hozzánk zsűrizni a borokat. Mivel díjazzák a legjobb borokat a versenyen? Hát legkülönbözőbb ajándékok, felajánlások vannak, erre nincs szabály, mindig mást kap a díjazott. És hogy lehet észrevenni, tehát hogy a bortermelők azért aktívan készülnek erre a fesztiválra, versenyre? Abszolút, nagyon aktívan, és egyre több az érdeklődő, egyre többen szeretnének csatlakozni ehhez a versenyhez. Ugyanúgy, mint a fesztivál esti programjához, ahol 12 pincét tudunk a helyi borászoknak kiadni, de hát mondhatom, hogy szűknek bizonyul már a sportcsarnok területe is, mert szeretnének még csatlakozni. És milyen programok várják az érdeklődőket a borversenyen kívül ezen a fesztiválon?
Természetesen színpadi programok. Minden évben fellép a Kóka Néptánc Együttes az esten. Ezen kívül lesz még más táncos zenés program is, Mulatság hajnalig, és ami idén különlegesség, hogy az egyik kókai bortermelőnket lovaggá avatjuk a fesztivál keretében. Az ő neve ott derül ki majd a borfesztivál estéjén. Tehát a Strázsa borrend tagjai fogják kihirdetni, és egy ünnepélyes ceremónia keretében lovaggá avatják. Ez egy nagyon különleges és nívós eseménye lesz a fesztiválnak. És akkor gondolom a fesztiválon borkóstolásra is lesz majd lehetőség a borimádóknak. Természetesen, hát aki úgy gondolja, az a pincés gazdákhoz ellátogathat és vásárolhat bort. Tehát, hogyha akkor, ha jól számolok, akkor ez lesz a 14. fesztivál. Így van. Mennyi érdeklődőt vonzott ez az idők során is, hogy gondolom indult egy alapszintről, igen, és akkor szépen fejlődött ez a dolog. Most hol tart ez? Tehát sok ember? Hát 600-650 főt tudunk fogadni, ugye a sportcsarnoknak a befogadó képessége itt tart. Mondhatom, hogy lennének még többen is az érdeklődők, de hát van egy létszámstopp. Mert azért ugye, hát személy szerint én úgy gondolom, hogy ez egy kuriózum itt a környéken vagy a régióban, mert ugye az ember csak a nagy borfesztiválokról hal, mint ugye az Etyeki vagy a Villányi borvidéknek a borfesztiváljairól, de ugye Kókáról nem nagyon lehetett, legalábbis én még nem hallottam róla soha, tehát esetleg a borimádó Kókán ennyire nagy hagyománya van a bortermelésnek? Igen, mondhatom, hogy a kókaiak háromnegyedének van szőlője, és szinte a családok mindegyikében készítenek bort. Mikor lesz ez a fesztivál? Hát idén április 14-én kerül erre sor, a borverseny lebonyolítása után. Este 6 órától várjuk vendégeinket, úgyhogy ez a program kizárólag felnőtteknek szól, mert egy esti és éjszakába nyúló rendezvény. És vacsorával is várjátok a természetesen vendégeket? Tőlünk is lehet vacsorát rendelni, de hát a pincés gazdák saját maguk főztjével vendégelik meg az ő meghívottaikat. Esetleg az érdeklődők hol tudnak utána nézni a fesztiválnak? Van-e valami, igen, internetes honlapcím esetleg? Igen, a Kókai Művelődési Ház weboldalán, ez www.kokamuvház.hu. Köszönöm szépen, Anita, hogy tájékoztattál minket a Kókai Borfesztiválról. És akkor én arra biztatnám a kedves nézőket is, a borimádókat, hogy majd áprilisban menjenek el a borfesztiválra, Kókára. Úgy néz ki, hogy megéri. A következő vendégünk itt a stúdióban Bagó Bálint, egy 22 éves galgahivízi fiatalember, akit talán már nagyon sokan ismernek a környéken szobafestő mázolóként, ám nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy a képzőművészetek terén is nagyon kiemelkedően teljesít Bálint. Szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Üdvözlök mindenkit. Bálint, kérlek, mesélj nekem arról, hogy hogyan csöppentél bele a képzőművészet világába, hiszen ha jól tudom, akkor már általános iskolában is érdekelt a rajz és a művészetek világa. Igen, igen, általános iskolában is rajzolgattam, de ott még nem döbbentem rá, hogy igazából mi is lehet ebből, vagy mit is lehet ebből kihozni. De általános iskola után képzőművészeti irányba folytattad már a tanulmányaidat? Nem, még informatikusként kezdtem 60-ba, Széchenyi István közgazdasági iskolába pályafutásom, de rájöttem, hogy nem az az én asztalom, úgyhogy egy évig voltam ott, utána átkerültem Budapestre. Amikor Budapestre kerültél, akkor ez már egy képzőművészeti irányultságú iskola volt, ha jól tudom. Így van. Melyik suli volt ez, ahová jártál? Illatos utca 4, képzőművészeti iskolába. Ott szobrászként, épületszobrászként kezdtem, és
Aztán mégiscsak a rajzaid lettek túlsúlyban, ha jól tudom. Így van, elkezdtem ott rajzolgatni, ugye vittek rajzversenyre is, ott eredményes helyeket értem el, és utána elkerültem abból az iskolából, valamilyen oknál fogva, és de én ezen a szakterületen akartam továbbra is érvényesíteni magam, és hát ez valamennyire ugye sikerült is. Mellette most szobafestőként dolgozok. Már jó ideje dolgozol hát, egyébként. Igen, mondhatjuk úgy már több mint 3 éve. És emellett ugye, ahogy tehetem és ahogy van szabadidőm, ugye csinálgatom ezeket a rajzokat, meg ugye a falra is ezeket a műveket. A megrendelések, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy neki szobafestésre van szüksége, ezek hogyan alakultak, amikor te azt mondtad, hogy jó, kifestem én ezt a szobát, de tudok én mást is, és mondjuk elkezdted ezeket a papírra leképezett alkotásokat átvinni a falra. Hogyan jött ez az irány? Ugye, ha van egy megrendelő, csak pusztán egy tisztasági festést vagy egy falfestést kér, akkor, hogy mondjam, nem is próbálom így rá vezetni, vagy meggyőzni azzal, hogy ide én tudhatok mást is, vagy ide jobban néz neki más is. Ugye megcsinálom, amit kér, és akkor utána jövök elő azzal, hogy na én mit is tudok, megmutatom a munkáimat, és ha ő erre igényt tart, akkor megcsinálom neki. Mióta kezdted el egyébként ezt a dolgot, hogy a falra nem csupán tisztasági festéseket végzel, hanem művészeti vonalat is bevitted? Igazából ott indult be ez az egész, mikor egy megrendelő, most már úgy mondom, egy megrendelőm szólt, hogy tudnék-e falra is akár valamit csinálni, amit ugye rajzlapon megcsinálok. Uh-huh, tehát látta a munkáidat, így tetszett van, neki, és akkor, ugye akkor jött nekem is az ötlet tényleg, hogy ugye papírról fölvázolni nagyba, az ilyen nagy, az sokkal szebben mutat meg, hogyne, jobban átlátni, mint egy kis papíron. És ugye elkezdtem a Turán egy papírboltba, lett így az első alkotásom. Úgy indult, hogy ott mondták, hogy meg-e csinálnám ezt, bevállalnám, és akkor mondtam, hogy meg, igen. És akkor kértem, hogy hogy gondolták, hogy mi legyen az ez az egész, mi az elképzelés, és akkor mondták, hogy rám bízzák. Hát nekem ugye így kerekedtek a személyem, és akkor hogy rám bízzák, valami ötlet vagy terv csak kéne, nem rám bízzák az egészet. Hát szuper, akkor nekiálltam, ugye minden munkám előtt egy tervrajz az van, megcsinálom, hogy mégis átláthatóbb legyen nekem is, nekik is egyszerűbb legyen Persze. ez a dolog. És akkor megvolt a terv, tetszett nekik is, fölvázoltam, ugye fölfestettem a falra, és akkor ahogy teltek így a napok, egy öt napig voltam ott, azt hiszem, annyi idő volt ez az egész, és hát látták utána, hogy hát igen, ez nem mindennapi dolog, vagy... És... Mit ábrázolt egyébként ez az alkotás, amit így először készítettél ebben az üzletben? Ez egy ilyen absztrakt dolog lett végül is. Mindenféle színekből összehozni egy olyan egységes dolgot, ami átlátható és fantáziadús. Ha már itt a témánál tartunk, akkor van-e kedvenc területed, amivel mondjuk szívesen dolgozom? Szintén ez az absztrakt téma, hogy tényleg egy csomó mindenből, színekből is, csomó mindent úgy összerakni, hogy egységes és átlátható legyen, és mindenkinek ugye a maga ízlését nézi ki, vagy veszi elő abból a dologból, úgyhogy szerintem ez az absztrakt festészet, ebben mindenki megtalálja maga tetszését és maga szépségét.
Ezen kívül azonban portrékat is készítesz, akár falra is, meg külön más megrendelésekre, esküvőre, eljegyzésre, stb. Igen, igen. Ez úgy működik, hogy akkor odaadnak egy fényképet, amit mondjuk szeretnének viszont látni a falon, vagy milyen formában? Ez is szintén változó. Van úgy is, hogy adnak ugye egy fényképet, és akkor azt egy az egybe kérik, hogy rajzoljam meg, de szintén mondom, hogy van olyan is, mint az előbbi, amit mondtam, hogy rám bízzák. Uh-huh. Tehát mondjuk odaadják a fényképet, dolgot. Ez így az van, alap, és akkor bővítsd ki. Vagy pedig van már olyan is, vagyis volt olyan rajzom is, hogy ugye volt egy fénykép, egy kép egy illetőről, és akkor mondta, hogy mellé rajzoljak valamilyen, ami nem volt ott ugye a képen, valamilyen tárgyat vagy dolgot, szóval ilyenek is van. Tehát, hogy az összhang meglegyen mégis. Milyen technikával szoktál dolgozni, vagy egyetem mitől függ az, hogy milyen technikával dolgozol ilyen esetben? Hát igazából nekem, hogy mondjam, én mondtam másoknak is, mert kérdezték ezt tőlem, hogy születnek meg ezek, vagy mit csak. Én a falakra is pusztán szabad kézzel, semmi sablon, nem maszkolok, nincs semmi, csak pusztán szabad kéz. A grafikai rajzokat viszont ugye elkezdtem az elején egy sima hétköznapi ceruzával. Uh-huh. És akkor utána ugye vittem bele egy finomabb tónust, egy gyengébb, puhább ceruzát, utána egy közepeset, és akkor ilyen 4-5 ceruzából összehoztam egy rajzot. De mondjuk az ilyen típusú rajzokat, ha a falra viszed föl, akkor ott is ceruzát használsz, vagy grafitot használsz? Miben más a kettő? Igen, a falakon ezt is ízlés szerint, ahogy kérik, a grafikát sima ágyszeruzával szoktam, és mellette ugye vannak ilyen szénceruzák, abból is különböző típus és finomság, és abból is szoktam ugye egy átlátható, egy teli rajzot csinálni, de végül is az ellentetje, ugye lehet színekből is ezt összehozni. Arra viszont szoktam, vannak ilyen különböző kiszerelésben is ilyen akkorell színező paszták, és akkor abból szoktam keverni és rajzolni, festeni. Azt ugye említetted, hogy egy üzlethelyiségben kezdted el ezt a fajta irányvonalat, viszont ugye az egyéni megrendelők nyilván hálószobában, nappaliban, más helységekben is kérnek tőled munkákat. Milyen funkciója lehet egy ilyen falfestménynek, mondjuk azon kívül, hogy egy portré visszaköszön. Tehát mondjuk tudunk vele olyat elérni, hogy bővítsük a teret, vagy valamilyen más megvilágításba helyezzük azt az adott helyiséget? Persze, ugye figyelembe, most azt tudni kell, hogyha ugye kérnek is tőlem valamit ugye a falra, hogy rajzoljam, vagy fessem föl, én figyelembe veszem ugye a környezetet is, a színeket, a bútorokat, mindent. És ugye ahhoz mérem, vagyis igazítom ugye a rajzokat is, meg a festményeket is. Szóval, hogyha kérnek tőlem egy XY rajzot, vagy egy festményt, én akkor azt megcsinálom, csak ugye, hogyha esetleg a színek, vagy a méret, ugye, amit kértek, a számomra nem egyezik a környezettel, meg ugye a stílussal, akkor én azt közlöm velük, és megpróbálom ugye úgy ábrázolni, hogy ez egységes legyen. Tehát, hogy nekik is tetszen, így és van, a te elképzelésed is megmaradjon. Vannak-e olyan közterületek, vagy olyan közintézmények, üzletek, ahol mondjuk láthatóak a te műveid, hogyha így a járókelők ide-oda ellátogatnak? Igen, van egy Turán a piac téren nyílt nemrég egy papírbolt, és oda készült az első alkotás is, amit ugye rám bíztak, és elég jól sikerült. Na most az ott mindent végül is, a falakat, az ajtókat, az ablakokat, mindent
én csináltam. Tehát ez egy teljes komplet referencia. Igen. És ezen elég kívül jól sikerült. Van-e még bármi olyan látványos hely, mondjuk nyilván magánszemélyeknél, de azon kívül volt olyan megrendelésed, ami... Hát ilyen intézményben nem nagyon. Nem nagyon volt. Szóval így ez az első munkám végül is. Viszont az interneten vannak fönt, az interneten, közösségi oldalon, a Facebook oldalon is fönn vannak munkák, és ott meg lehet nézni meg a lehet többi nézni, szegmensét is ennek a területnek. Megrendelésre ugye készítesz rajzokat, falfestményeket, erről már volt szó, illetve ezen túl szobrászként is tevékenykedsz, erről se feledkezzünk meg. Ez hogyan történik nálad ez a dolog? Végül is, amikor átkerültem ugye Pestre, 60-ból, akkor épületszobrászként kezdtem tanulmányaim, és ez nekem nagyon tetszett. Meg a szobrász tanárommal is nagyon-nagyon jóba voltam, és el kellett onnan jönnöm, az a helyzet valamilyen oknál fogva, de én ezt csinálni akartam továbbra is, és otthon kialakítottam pincehelységbe egy ilyen kis szobrászműhelyt, és eleinte úgy magamnak csinálgattam gipstukkót, ilyen rozettákat, faragtam szobrokat. Aztán jött ugye egy-két rendelés, és felfigyeltem rá, hogy tetszik az embereknek végül is, amit csinálok. És végül is inkább a festészetben van így a falfestés, és a sima festészetben van nálam így a nagyobb hangsúly. A szobrászatból csak így néha-néha előhúzom, ugye, hogy még most is vannak, akik kérnek, de az ritkább. Tehát előfordul mondjuk olyan, hogy valakinél falat festesz, és így akkor van, azt mondja, hogy hú, milyen jól passzolna ide egy ilyen szobor. Így van, vagy pedig én mondom. Aha. És akkor? Hogy ugye térbe jön, vagyis szóba jön ez a stukkó, ami nagyon feldobja a szobát, és akkor én megmondom, hogy milyen jó néznek ide is egy stukkó, de gipszből. Ugye ennek ez a mássága, hogy nem hungarocellből van, ugye a mostani stukkók, hanem a szobrászok ugye a gipszből csinálják, és én ugye megcsinálom nekik. És hát ugye nem egy sémára készül, mint ahogy a hungarocell így stukkók van, ez mintája, hanem ez teljesen. Egyedi ízlés alapján. Hogyan tudnak téged felkeresni a megrendelők, hogyha kedvet kaptak, és a képeket látva érdeklődnek? Az előbb említetted, hogy a interneten, ugye ott is fönn vagyok, ott van elérhetőségem, és telefonon. Telefonon is meg tudnak téged keresni. Hát akkor köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és remélem, hogy minél több megkeresésed lesz a jövőben, és sikeres falfestést, szobrászkodást kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mai vendégemmel a bagi labdarúgásról és a most induló tavaszi labdarúgó szezonról fogunk beszélgetni. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Boda Jánost, a Bagi TC 96 futballklub elnökét. Köszönöm szépen, örülök a meghívásnak, hogy egyáltalán futball és a szűkebb környezetünk műsorba kerülhet. Köszöntöm a nézőket is egyben, és akkor ha lehetne, röviden bagi futballról majd szeretnék beszélni. Hogy azok is értsék, akik esetleg nem futballrajongók, mit kell tudnunk a bagi foci csapatról? A bagi futballcsapat, a múlt az nagyon régi, hiszen 1923-ban alakult meg az egyesületnek a legelső egyesület Bagon, ami azt jelenti, hogy különböző időszakokban természetesen különböző változó felállásokkal, de mindig a községet képviselt a labdarúgó egyesületünk. A mostani felállásban, az előttünk levő időszakban egy nagyon jó, gazdag időszak volt, hiszen akik a futballt követik a környezetünkben, azok tudják, hogy egy MB2-es futballcsapata volt a községünknek, amely az életváltozásai folytán megszűnt,
és akkor gyakorlatilag a mostani időszakunk kezdődött 16 évvel ezelőtt, akkor nulláról indultunk, hiszen a legalsó körzeti bajnokságból kezdtük a sportot versenyszerűen. Két évente ugrottunk egy-egy osztályt, kettő, és akkor már a ötödik évben a megyei első osztályba szerepeltünk. Ami azzal jár, hogy most már több mint 10 éve megyei első osztályba szerepel a egyesületünk, tornaklubunk, hogy pontosítsam, és a tornaklub úgy gondolom, hogy a megye első osztályban egy nagyon jó rangot vívott ki magának, hiszen az elmúlt időszak kicsit gyengébb szereplése ellenére előzőleg 5 bajnoki évben szerepeltünk második helyen. Különböző indokok alapján nem tudtunk felmenni, vagy nem is akartunk felmenni az NB3-ba, tehát magyarán nem voltunk bajnokok, de úgy gondoltuk, hogy nincsen szükségünk arra, hogy egyik évben lejjebb, másik évben följebb, tehát a kiesés az mindig visszaveti az egyesületeket, és azt gondolom, hogy az élet bizonyította, hogy ennyi idő után is, hogy egy stabil megye első osztály csapat vált belőlünk. Úgy gondolom, hogy rangot vívtunk ki ebbe a környezetben, aminek csak nem bízunk benne, hogy folytatása következhet. Milyen források biztosítják az egyesület működését? Amit még nagyon fontos tudni, az egyesület egyrészt a forrásokra utalva több lábon áll a felépítésünk. Elsősorban ugye a tárgyi létesítményünk, önkormányzati létesítmények, minden évben kapjuk a önkormányzattól lehetőségekhez mérten a támogatásokat. Ez mindig egy kicsit függvénye ugye a gazdasági helyzetnek, sajnos ugye mostani gazdasági helyzet azért nem a legelőnyösebb számunkra, ettől függetlenül úgy gondolom, ami lehetőség van az önkormányzat, azt megtesz, és ugye hát a plusz levételeinket sporttámogatásból próbálunk pályázatokba, ami idáig nagyon nehezen működtek, hiszen nem nagyon voltak rá lehetőségek. Idei évben van, vagy az elmúlt fél évben volt az első komolyabb lehetőség, amikor a kormány megteremtette a lehetőséget, úgy gondolom, utolsó pillanatban próbált az amatőr fotballt megmenteni, hiszen a társasági adónak a pályázatúton való elnyerésével lehetőség jutott arra, hogy legfőképpen a utánpótlást fel lehessen egyáltalán építeni, újrakezdeni, és tudjunk utánpótlás szinten olyan támogatással, olyan működést működtetni, amire egyáltalán szükségünk lenne. Ami azt jelenti, hogy egy 3 millió forintos támogatást tudtunk nyerni pályázat útján. Ez különböző években különböző célokra lehet felhasználni. Első évben utánpótlás támogatásra nyertük el, és ez biztosítja azt a dolgot, amiről egyébként még az előzőekben kellett volna már szólni, hogy az egyesületünk felépítése, bár úgy tűnik, hogy egy községi egyesületnek nem kéne ennyi személyzetet vagy csapatot működtetni, itt szeretném elmondani, hogy azt jelenti, hogy 3 darab gyermekcsapatunk 6, 8 és 11 éves csapattal már bajnoki rendszerben, Bozsik programban és bajnoki rendszerben kell működnünk. 13 éves, 15 éves, 17 éves és felnőtt csapatot működtetünk. Tehát azért, hogyha ebbe belegondolunk, ez egy nagyon tág korosztályt is takar, és még ezt hozzáteszem, hogy évek óta sikeres öregfiúk bajnokságban részvevő csapatunk van, akik úgymond önkéntes támogatással működnek, de természetesen a hátteret nekünk kell ezeknek is biztosítani. Ehhez még kapcsolódik ugye a társadalmi egy munka, plusz kapcsolódik hozzá azoknak a személyeknek, akik a futballt szeretik, sportbarátok, azoknak a anyagi és munkával való támogatása. Tehát ahhoz, hogy egyáltalán az egyesület működni tudjon, nagyon sok lábon kell állni, nagyon sok embernek kell úgymond összefogni, hogy versenyszerűen tudjunk létezni. Ez az idejének a legfontosabb története, hogy végre most már az ifjúság is, sőt igazán a kisgyerekektől el tudunk indulni egy olyan felépítéssel, amire szükségünk lenne ahhoz, hogyha ennek a folyamatát végig tudjuk vinni, hiszen a korosztályonként a gyerekek, ha feljebb tudnak lépni, kinevelődnek, újra kell kezdeni mindig nevelni őket, azt gondolom, hogy akkor az volna az az út, amit ha végig tudunk vinni folyamatosan, akkor megteremteni azt a bázist játékos szinten, amire szüksége lenne egy ilyen kis községnek, hiszen sajnos tudomásul kell venni azt is, hogy évente nagyon kevés fiú maradt ki az általános iskolából. Régebben ugye ez csak serdülő ifjúságit jelentett, de ma már ugye össze kéne szedni az elsősöktől, sőt már az óvodásokkal is próbálkozunk, hogy meglegyen az a létszám, amit bajnoki rendszerben működtetni kell. Ez egyik legnehezebb feladat, hiszen már a környező községeket is úgymond próbáljuk becserkészni. Hál' Istennek a szakmai munkánk vagy a szülői szeretet folytán a környező községükben is vannak
gyerek fotballistáink, aminél még szeretném külön elmondani, hogyha lehetőségem van rá, hogy várunk továbbra is 6 évestől felfele bármilyen korosztályban fotballozni, de azt gondolom, hogy inkább mozogni szerető gyerekeket, hiszen nem biztos, hogy őten komoly fotballistákat kell nevelnünk, de azok a gyerekek, akik eljönnek heti rendszerességgel, 7-8 éves kortól heti 3 alkalommal edzésben vannak, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos egy gyereknek. Egyrészt gondolom megfelelően elfárad, szülőnek egy kicsit közösségbe vesz részt, hiszen a szülők is elkísérik ugye folyamatosan a gyerekeket, tehát minden oldalnak megvan a előnye, amit reméljük, hogy hosszú távon tudunk működtetni. És a felnőtt csapat milyen érzésekkel készül a tavaszi szezonra? Hát ugye a felnőtteknél bevezetőben elmondtam, hogy voltak szebb időszakaink. Az utolsó 2-3 évünk arról szól, hogy nem mondom, hogy túlélés, de ugye szeretnénk mindig a középmezőnyben vagy a középmezőny elején végezni. Idejévet úgy szerettük volna, hogy legalább az 5. helyt megszerezze a felnőtt csapatunk. Igazából ebből nem vagyunk lemaradva, a cél érdekében próbálkoztunk a téli felkészüléssel. 8. helyen zártuk az őszi szezont. Pontszámban nincs eltérések az 5.-8. helyzet között. Természetesen ez majd a tavasz folyamán a eredmények bizonyítsák, hogy jó úton járunk-e vagy nem. És a téli felkészülés során milyen erőlétet tudott felépíteni a csapat esetleg edzőtáborban? Voltak-e a fiúk? Mindig nehéz a téli felkészülés, hiszen a helybeli adottságok nem elegendők ahhoz, hogy ehhez a sport szinthez már fel tudjunk tisztességesen készülni. Éppen ezért mindig a környező helyekről próbálunk hozzá lehetőséget teremteni. Éppen ezért műfű most már ugye az új kor új szelleme szerinti lehetőség. És így Magyaródon edzőmérkőzések, a Gödöllői sátor, műfőes sátorban edzés lehetőség, és akkor a helybeli sportcsarnok, ami természetesen az összes csapat rendelkezésére áll. Tehát ezeket a lehetőséget próbáljuk kihasználni, és akkor ehhez még természetesen a kinti természetben levő futást hozzáteszünk. A pályákat gyakorlatilag nem tudjuk használni, majd most következik az a lehetőség, hogy egyáltalán rendes fűre ki tudjanak menni a csapatok. A felnőtt csapatnak hosszú évek óta van lehetősége, kiegészülve a tehetséges és inkább azt mondom, hogy a legszorgalmasabb ifjúsági játékosokkal. Egyéni szerencsénk folytán egy Bartel kapcsolat révén Hajdú-Szoboszló minden télen el tudunk tölteni 5 napot, ami azt gondolom, hogy csapategységnek és a fizikai munkának nagyon jót tesz, hiszen mindig utána már egy 2 hetes időszak, és akkor nekivágunk a tavaszi menetelésnek. És milyen a jelenlegi erőllét? Fejlődőképes a csapat? Hát ugye, mint elmondtam az elején, ez majd igazából csak akkor derül ki, hogyha már a pontokat látni fogjuk. Kicsit nehezen indul a tavaszi szezonunk, hiszen a felnőtteknek első 5 mérkőzésből 4-szer idegenben kell szerepelni. Hát ez lesz a szakító próbánk. Úgy gondolom, hogy ha ezen átestünk, akkor már biztosan fogjuk látni, hogy mi a helyzet. Egyébként becsülettel részt vettek a játékosok a edzéseken, és azért szeretnék egy-két mondatban visszatérni egy korosztállyal lejjebb is, hiszen az ifjúsági csapatunk is gyakorlatilag ugyanazt a programot próbálja maga szintjén elvégezni edzésekben is, és felkészülésben is, mint a felnőttek. És voltak távozók, esetleg érkezők a téli szünet idején? Nagyon minimális mozgásunk volt. Nyugodt szívvel elmondhatom, hogy talán a környező községeknek is támpontot mutatva nagyon régóta, bár nem helyi játékosokkal, mindig kiegészítettek vagyunk a környező községekből vagy Budapestről, de mindig kevés mozgásunk van, hiszen a 11-nehány év alatt kialakult egy nagyon komoly törzs csapat a felnőtteknél, úgyhogy most is gyakorlatilag csak visszatérünk igazolásba, tehát 2 tavaly nem játszó játékosunk, Balog Erdély Jani, és most visszatért Ausztriából egy játékosunk, aki már 2-szer el is ment tőlünk, most visszajött Zalaegerszegi Roland. Ez a felnőtt csapatnak a játékos mozgása. Még egy dolgot szeretnék elmondani, elmenőbe egy úriember, aki azt gondolom, hogy összekötődött baggal 11 év alatt, Sós Csaba, 40 éves, visszavonulót fúj, de azt gondolom, hogy személyében történelmet is írt a Bagi csapatnál, hiszen az elmondhatom, hogy Bagibb volt a Baginál, hiszen 10 éve, és már legalább 6-8 éve csapatkapitányként szolgálta egyesületünket. Ugye nagyon sok szót említett elnök úr az utánpótlásról, arról, hogy ugye a fiatalok a Bozsik programban játszanak bajnoki szinten. Mennyire fontos a csapat jövőjét tekintve az, hogy az utánpótlás lehetőséget kapjon esetleg a felnőtt csapatban a játékra?
Ugye, mint már előzőleg elmondtam, a felépítés a legfontosabb, ugye, hogy a legkisebbektől el tudjunk indulni, hiszen azért már a 15-16 év, amit eltöltöttünk ezzel az új időszakban, ez is csak úgy történhetett meg, hogyha tudtunk építkezni, bár még egyszer mondom, nagyon nehéz helyből ennyi létszámból kinevelni, ez a következő időszaknak a lehetősége, de ugye most, ha említettük a igazolásokat, akkor most az ifjúsági csapatból a nyár folyamán is, és most is két játékost tudtunk úgymond a felnőtt kerethez felhozni. Ez volna a cél, hogy legalább egy évben egy, ha lehet, két játékost, és az ott is maradna, de azért el kell mondani, hogy nagyon szakító próba a 18 éves időszak, ugye iskolaváltások, most is a két feljövő úri emberünk egyetemre járt, tehát össze kell egyeztetni nekik is a, még az amatőr sportot, vagy a fotballt is ugye a tanulással, de hogyha ezt a célt valaki egyénileg be tudja vállalni, akkor ezzel mind csak egyértelműen gazdagodunk. Ha ezt tudjuk folyamatosan egy-két emberrel pótolni a felnőtt csapatnál, akkor gyakorlatilag ugye mindig kevesebbet kellene hozzányúlnunk a távolabbi játékosokhoz, meg teljesen egyértelmű, hogy a helyi kötődésű játékosokkal sokkal könnyebben boldogulunk is, és nézők és minden szempontból ugye ez volna az egészséges. A tavaszi szezonban a sportrajongók, vagyis a futballrajongók milyen rangadókra számíthatnak? Kik a kemény ellenfelek a Bagi csapat? Hát igazából ugye mivel tiszteletet vívtunk ki magunkat a megyébe, tehát azért itt akik hozzánk látogatnak, ott mindig kicsit presztízs jellege van a dolognak, de itt elég gyorsan belevágunk a közepébe a dolognak, hiszen a második mérkőzés, ami esetleg nem mondtam el, hogy a következő héten, nem tudom mikor kerül ugye adásba a dolog, de március 5-én indul a pontvadászat, és már a következő mérkőzésünk hazai mérkőzés, tehát március 17-én, 8-án, vasárnapi napon Hévíz Györkkel helyi rangadót mondhatom ugye, hogy vívunk. Ez az egyik legérdekesebb mérkőzés, hiszen most már hosszú ideje a környező községekből ők maradtak mellettünk megye első osztályba, és azért mindig a két szomszédvár egymással komoly presztízs mérkőzést játszik. Természetesen az előttünk levők lesznek, akikkel eljár, látogatunk, azokkal mindenkivel, jön a gödöllői felvonás, ugye, tehát ezek a közelebbi Veresegyház mérkőzések, amik néző, és ebből a szempontból érdekesebbek, mindenkit szeretnénk, akit lehet megszorítani. Van egy-két csapat a megyében, aki kiemelkedik, azoknál a tisztes helytállás a cél, de vagy az ősz folyamán a itthoni mérkőzéseken, hál' Istennek, mindenkit meg tudtunk szorongatni, de ettől még csak nyolcadikok tudtunk lenni. És a csapat tűzött ki valamilyen célt a tavaszi szezonra, amit el szeretne érni helyezésben esetleg? Igen, hát igazából, amit az előzőkben elmondtam, ugye a középmezőny elején, tehát egy ilyen harmadik, ötödik helyen szeretnénk végezni, ez megfelelő lenne a hosszú távú terveinknek is, hiszen amit még esetleg szeretnék elmondani, hogy jövő évben fog komoly változás beállni az amatőr futballban, hiszen az NB3-as, NB2, NB3-as osztályt nagyon keményen be fogják szűkíteni. Egy darab NB2 és három darab NB3-mal fog működni, az eddigiek megfeleződnek, ami azt jelenti, hogy a Pest megyébe számításunk szerint legalább 6-8 csapat fog úgymond visszajönni. Tehát az ezzel fog járni, hogy a következő évben bizony akár a fele csapat is a megye első osztályból távozhat. Tehát itt majd a nyári felkészülésen, meg a nyári döntéseknek lesz a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk majd azt az évet megerősíteni, hogy ott tudjunk lenni ebbe a előszereplő csapatokba, hogyha hosszú távon is szeretnénk továbbra is ugye a megye első osztályba lenni. De még az eredményeknél azért annyit szeretnék hozzátenni pluszban, hogy bár beszéltünk többször az ifjúsági csapatokról, hogy az ifjú csapatunk az most nagyon jó szerepel ebben az évben, 10 pontos előnnyel a harmadik helyezett előtt második helyen állnak a bajnokságban, tehát mindenképpen úgymond szeretnénk őket is abba az irányba támogatni, akár még úgy is, hogy most a rangadókon a ifjúsági játékosokat visszaengedjük a ifjúsági csapatba, hogy azért ha minimum a dobogon, de ha cél megvan, akkor akár még a bajnoki címet is el tudnák hódítani a ifjúsági csapatunk. Hát köszönöm szépen, elnök úr, hogy eljött a műsorunkban, és ezúton szeretnék kívánni a csapatnak sérülésmentes, rúgott gólokban gazdag tavaszi szezont. Önök a Porta 38. adását látták. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tartsanak velünk a jövő héten is. Műsorainkat már az interneten is megtekinthetik, ne feledjék, méghozzá a www.regioplustv.hu oldalon a videótár menüpontra kattintva. Viszontlátásra! Viszontlátásra!